A szabolcsi dobverők is felléptek a Vármegyei Identitásfeszten, a Sóstói Múzeum faluban. A Gyermekvédelmi Központ intézményeiben élő gyerekek ütős produkciójába a közönséget is bevonták. Az eseményen elhangzott az Itthon vagyunk című gálaműsor, a Vármegyei Önkormányzat több mint 3 éve tartó programsorozatának része. A projekt azt gondolom, hogy beváltotta hozzáfűzött elvárásokat, reményeket, erősítette az identitástudatot, amely a jövőbe támaszkodva, a várra építkezve, hogyha már vármegyei identitásról beszélünk, de a jövőt szolgálja, a jövőbe tekint, azt építi a múltban való gyökerezéssel is. Persze ezzel a Vármegye Fesztel, illetve a projekt végeztével, mert most ennek a projektnek rövidesen vége lesz, néhány hónap múlva vége lesz, nem fejeződik be a tevékenység. Tehát továbbra is a Vármegyei Önkormányzat célja, feladata, hogy ezt az identitástudatot minden eszközzel erősítse. Ez pedig már a Karaván hagyományőrző cigánytánc együttes. A többségében fiatalokból álló csapat is több rendezvény fellépője volt a régióban. Az Itthon Együtt Közösen programban vetélkedőket, táborokat, értéktalálkozókat, alkotóköröket, konferenciákat is szervezett a Vármegyei Önkormányzat. Irgalmatlan összeg első hallásra több mint 800 millió forint volt, amelyet ezekre a célokra fordítottunk, de ahogy elhangzott, a megye több mint 50 településen jelen voltunk, tehát számos programmal, plakátokkal, kiadványokkal, tévéműsorokkal, tehát ez a 3 év alatt került felhasználásra, ez az első meghallásra irgalmatlan mennyiségű pénz. Én meggyőződésem, hogy nem volt hiába való ez a törekvésünk, hiszen a résztvevők száma, a visszajelzések, az újonnan felfedezettek igazolják, hogy ez a törekvésünk helyes volt. Az Itthon Együtt Közösen program 3 éve tartó eseménysorozata közel 50 településre és több mint 20 000 emberhez jutott el.